Na, sziasztok! Én Ájtudó vagyok, és egy újabb Metin 2-s videóval jelentkezem nektek, és bárton jelentem be, hogy sikeresen megléptem level 42 a farmon. Előzőleg, mielőtt belekezdenénk a videóba, kellemes karácsonyt kívánok mindenkinek, és remélem, hogy jó szórakozást fogok nyújtani ebben a videóban, legalábbis csak remélem, mert most egyelőre nagyon nem fog semmi történni, csak optolgatunk, és ennyi. Tehát ma én szeretnék egy kicsit optolni, abból a célból, hogy egy kicsit PvP-sebb legyen a karakterem, mert én már nagyon szeretnék PvP-zni, csak sajnos nem tudok, mert még nincs PvP-s cuccom. Na most teszünk arról, hogy legyen valami, ha még nem is nagyon sok, de valami lesz, amint előkaparom a cuccaimat, amit én szeretnék optolni. Tehát van egy nyakasom, egy karosom, egy sisakom, egy vértem, egy fegyverem, és még egy vértem, ami rajta van, illetve azt remélem, hogy át is tudom most kövezni. Ugyanis jó páran kihívtatok PvP-re, és eléggé szánalmas, hogy minden esetben szinte elvertek, úgyhogy úgy gondoltam, egy kicsit megnehezítem a dolgotokat, ugye milyen gonosz vagyok, hát miért ne tehetném meg, és egy kicsit optolgatok, meg forgatgatok, de mindenek előtt szeretném itt a vértemet egy kicsit felturbózni, és meglássuk, hogy mi lesz a vége. Remélem, hogy nem ebből fogom kiszedni a köveket. Igen, el szeretném távolítani, és lett is két kőszilánkom. Ezt szeretném átforgatni, illetve átkövezni, ugyanis ez nem egészen válik be, ez a kövezési módszer, ami most benne van, úgyhogy én mindenképp meg szeretnék tőle szabadulni. Igen, tudom, úgy volt, hogy eladom az optoforgatókat, de sajnos nem lett ilyen, tehát nem akartam eladni, inkább úgy döntöttem, hogy megtartom és elforgatom őket. Ide jó, nem sikerült. Tökéletes, szömmennyi fik. Na már most, amit én minimum akarok én itt most látni, az 50 támadóérték és valami használható TP. Úgyhogy tessék nekem szerencsét hozni. Valami okunak kifolyólag nem akar működni az automata optolom, úgyhogy ezt manuálisan kell megoldjam. Remélem, hogy a közeljövőben ez kijavul, mert ez nagyon nem jó nekem. Hiába nyomom meg az effektet, hiába nyomom rá a bonuszokat, hiába akarom, hogy ezt nekem megcsinálja, ő nem akarja megcsinálni, egyszerűen szarik a fejemre, magyarán megmondva. Úgyhogy kezdjünk is bele. Hát, startból jó kezdődik, nyíl ellenállás, nagyon semmi jó. Lássuk. Jó volna, hogyha minél hamarabb összejönne. Tehát kéne, az lenne a leg... Tükk. Ez marad. Igaz, hogy nincs benne 10 TPS szívás, de marad. Ez jó lesz. Hát ez egyelőre forma tökéletes. Nem gondoltam volna, hogy ilyen hamar meg lesz. Számítottam arra, hogy meg lesz, de nem, hogy ilyen hamar. Na de kezdjünk neki a mennyei könyvfüle nyakasnak. Ezekkel egy kicsit problémába vagyok, ugyanis nem tudom, hogy milyen optok vannak pluszban. Tehát azt tudom, hogy van egy csomó plusz opt, harcos elleni, ninja elleni, sámán elleni, sura elleni, vérfarkas elleni, de nem tudom, hogy milyen optok. Tehát, hogy működnek ezek. Ugyanis ezek az optok újból be vannak implementálva. Tehát nincsenek az alap optok között. Ezek hozzá vannak adva a játékhoz. És valaki fogadon felismert. Na mindegy. Amíg nem szól, én se szólok. Kezdjünk bele az optolásba egy kicsit. Kéne 15 kard, 15 kétkezes, és legalább 2 KTP. Erre hajtok. Kardvédelem 6, nem érdekel. Tehát nem akarok most tökéletes optokat, ne értsen félre senki. Most csak olyan optokat akarok, amivel meg is tudom védeni magam. Tök. Vérfarkas. Miért nem harcos? De remélem, hogy nem csak a vérfarkas ellen van ez a plusz, mert akkor szegény elég rosszul járna. 2K TP, jó, nem érdekel. Azért akarom ezt több részt, mert nekem ez így is jó, nekem is több szórakozás a PvP, hogy kevesebbet kell feküdnem, illetve meg tudom magam védeni, ha arról van szó, hogy SD3-ban valaki egy múltkori eseményt eljátszott. John, de hány ott van benned? 2, 4, 5, jó. Arra rossz, hogy ezt most pirosban mutassa, és alig lehet kivenni, de megoldjuk. Kard, vérfarkas, de csak vérfarkas van. Nyíl, TP, legyező. Nem, ez sem jó. Ez sem jó. És szeretném, hogy hogy is mondjam, nyíl, kard, legyező, MP, faszkian.
1500 TP-vel is kibékülök, csak legyen meg. Harang, kétkezes. Aha. Tudjunk, csak vérfarkas van. Csak én vagyok olyan pekkes, hogy csak két vérfarkast ad. Ájulás, harang. Kart, kritikus, jó. Úgy tűnik, hogy csak én vagyok ilyen pekkes. Tehát még van egy csomó cucc, amit meg kell csinálni. Üve szóval már átváltott a kartőr. Haj, de rossz. Nagyon rossz. Esélykritikus. Akkor lesz faja majd, amikor beadja mind a két optot egyszerre, és nem ad hozzá TP-t, akkor fogok én falna futni. Nézd meg, nem adja be. Haj, mondtam, mindkettőt beadtad, de az azért nem, a TP-t. Kétkezes kard? Kétkezes, jó. Young, nem érdekel kritikus, jöhetne? Nem jó. Ugye épp most néztem pár videót, és ugye ma volt még egy videóm, csak abban egy olyan témában mentem bele, amiben nem akartam belemenni, és akkor azt mondtam, hogy oké, shift delete az egésznek, mert a végén nekem egy kicsit úgy jött ki, hogy okoskodás a dolog, és nem akartam semmi okoskodónak tűnni, semmi. Épp egy olyan témát, amit egy nézőmmel boncoltunk, volt még régebb ki, és eszembe jutott, aztán meg úgy gondoltam, hogy nem, inkább még se rakom ki. De viszont utána, várjál, 10 kétkezes, jó, nem érdekes, talpban nem érdekel. Nem jó. De miért csak vérfarkas? Tehát ez olyan diszkriminatív, ez olyan, hogy csak azt mondják, hogy csak a, mit tudom én, csak a kis kutyákat nem szabad szeretni, vagy valamit, tehát így. És mi van? Miért nem lehet minden ellen? Nyíl, harang, kard. De jó. Jó, kezdődik. És fel is dobták a kedvenc, és azt mondtam, hogy na jó, akkor már csinálok egy videót. Elég ez tegnap szenteste volt, és nekem sem volt időm videót csinálni, és kell csinálni egy videót, mert hát úgy élik, nem? Amúgy ez a két éves meg emlékező videó lett volna. Elég jól indult, de a vége okoskodásba ment sajnos. És néztem Fufu Gamesnek a videóját, hogy azzal kezdjem a dolgokat, és ugye én is figyeltem, hogy nála sok helyet előjött, hogy addolt. Tehát értek, hogy igen jó cuccai vannak, meg hát igen, ahhoz képest igen fejlett, hogy keveset játszik. És akkor ő biztos addolt. És ehhez én is hozzá szeretnék szólni ez a témához, mert nekem is néha előkerül ez a dolog. Főleg régebbi videóimnál láttam, hogy előkerül ez a dolog, és ehhez én is hozzá szólnék a dolgokhoz. Igaz, hogy ő kifejtette a videóiba, hogy ő cserebel él szerverek között. Tehát A szerveren játszik, átmegy B szerverre, amit A szerveren van, azt átcserélik B szerverre, illetve amit kap, ő azt el szokta nyeremény játékozni, stb. Tehát ez az ő dolga, ebben nem szeretnék beleszólni. Viszont ez az adott dologhoz én bele szeretnék szólni. Először is az adott azt jelenti, hogy valaki neked cuccot ad, annélkül, hogy meg kelljen szeret, ugye ezáltal könnyebb neked a játék, és akkor nem kell semmit csinálj, mert igen, minden cucc megvan, te csak gyártod a videót, és úgy teszel el, mintha a tiéd lenne a cucc. Tehát aki ezt írja, ő erre gondol, amikor addol. Csak pár dolgot azért szeretnek elfelejteni az emberek. Tehát ő is kijelentette a videójában, hogy neki sincs annyi ideje a játékkal játszani, éppen ezért nem tart sehol. És ez reális. Tehát sok ember azt hiszi, hogy amit én vagy ő megszerez egy videóban, az nagy dolog. Tehát nem, nem nagy dolog. Higgyétek el nekem, nem nagy dolog. GF-en is sokszor kaptam ezt, hogy addolva vagyok, meg sokan adtak. Tényleg, aki szívesen ad cuccot, azt én is, ő is szerintem bárki nyugodtan elfogadhatja. Az mindenkinek az egyéni döntése. És nem értem a gondot. Tehát vagy te XY ember. Csinálsz, ez a fura hobbid van, hogy videókat csinálsz. Tehát szeretsz egy kamerába, egy mikrofonba belebeszélni? Ha miért ne? Tehát mindenkinek lehetnek fura hobbijai. És hoppá! Mi nincsen? Kétkezes? Hm? Kifogyott? Nézzem. Nem adja be még akkor se, ha felpukkadok. Mi? Hm? Nem adod el. Szóval én nem értem, hogy ezzel hol a gond. Vagy te XY videós, te játszasz. Közben jön valaki, akinek tetszik a videód, és megtámogat XY cucca, hogy nekem azzal is kínlodja, hogy haladja el előre. És akkor jönnek mások is utálkodnak. Hát figyelj! Hogy értsétek ez, hogy működik, amikor melózol is, tehát amikor aktív munkában vagy, ha már én azt mondom, hogy YouTube sose lesz munka, tehát a kettő külön fogalom, ma YouTube-ot élvezed, és a munkát azt azért csinálod, hogy megélj. De
Ez most arra vonatkozik, aki pénzt keres vele, én nem keresek vele egy kannyit se, tehát az lényegtelen. De munkában is, sőt, csapatjátékban, bármiben van egy olyan, hogy mit tudom én, bónusz. Tehát mit tudom én, melóban jól dolgozol, jól végzed, vagy 600% kötkezes, baszod meg. Tehát van egy olyan, hogy jól dolgozó prémiumot kapsz, bónusz, pluszt, zseppénzt, ki hogy nevezi, juttatást, és ez olyan a videózásban is. Tehát, hogyha valaki valamit csinál, előbb-utóbb lesz valaki, aki felajánl valami csöpséget azért, hogy motiváljon. Tehát motiváljon. Ez lehet egy tárgy, lehet egy bármi, lehet csak az is motiváció, hogyha valaki azt mondja, hogy köszi, gratula, ügyes vagy, csak itt tovább, illetve az is gratuláció, az is motiváló, hogyha valaki oda jön, és azt mondja, hogy ne, én nagyon élvezem a videódat, én abba hagyom a játékot, itt van egy-két cucc, tessék, boldogulj vele, csináld tovább a sorozatot nekünk. És ezzel nincsen semmi gond. Azzal viszont gond van, amikor valaki ezt nem érti meg, és elkezd irigykedni. Tehát gondoljatok bele. Ott van Wuhu Games, játszik egy adott játékon. És mit tudom, oda jön valaki, aki szereti nézni, és akkor azt mondja neki, hogy tessék, itt a cucc, és ne avval törődjél a videóba, hogy a cuccot szereznek, és egész nap a metineken, hanem mutasd be a szervet, ugye, hogy illik. És akkor nem értem, hogy ezzel hol a gondjuk egyeseknek. Ja, hogy ő azért kapott valamit, mert videózik? Hát valamiért, tudjátok, tehát ingyen semmi sincs, tehát én nem tudom ezt a szokás, ezt a kitanította meg bárkinek is, hogy ingyen bármit kaphatsz, ingyen megmondom, mit kapsz, semmit. Tehát olyan, mint ingyen nem létezik, és soha nem is volt. Tehát aki azt mondja, hogy ingyen van minden, az hazudik, ez tény. Tehát minden kerül valamiben, tehát mindennek van valami ára. Ami nem feltétlenül azt jelenti, hogy muszáj adni bárkinek is bármit, de hogy is mondjam nektek, hogy akarom én ezt magyarázni. De attól függetlenül, ha valaki ad valamit valakinek, az azért van, mert szolgáltatás és ellenszolgáltatás, értitek? Ja, hogy mi nem keresünk a YouTube-ból, és nem is fogunk szerintem, mert nagyon kicsik vagyunk, így nekünk olyan, mintha fizetnének. Ó, de rosszul fejeztem ki magam, gyerekek. Egyáltalán nem ezt akartam mondani. Tehát, hogy mondjam, hogyha valaki valamit nekünk ad, azt mi szívesen vesszük, és ez egyfajta lehet kifizettség végül is, hogy arra vonatkozóan, hogy mi csináljuk azt, amit csinálunk, tehát folytassuk. Tehát ez segítség, úgymond. Mi van meg ebben nagyon belgobb? Ez nagyon kétértelmű lett a dolog. Sőt, biztosan, hogy nem az jött ki bele, amit én akartam mondani. De nem baj, ezt még benne is hagyom. Miért ne? Szóval, vegyük előről az analógiát, mert ez így nem lesz jó. Összeveszek saját magammal itt, miközben forgatok. Az a baj, hogy közben olvasgatom, hogy milyen bónuszokat ad, és akkor itt összekeveredek saját magammal. Leegyszerűsítve a dolgot, annyit jelent, gyerekek, hogyha valaki valakinek adva azért valamit, mert esetleg kedveli, vagy szereti a videóit, ezzel nem kell foglalkozni. Tehát ennek örvendeni kell. Tehát nem hiszem, hogy mindenki azért nézne valakit, hogy lássa, hogy miért szenved, vagy csak azért, hogy mit tudom én, hát ha valamit balulsul ki neki, és akkor ezzel éveszkedjen más kárra, tehát ilyen kárra, mi legyen. Most tudom, hol tévedtem én itt az előbb. Ott keveredtem össze, hogy azt akartam magyarázni, hogy az életben semmi sincs ingyen, és akkor ezt próbáltam összefűzni az ajándékkal, és akkor ebből az jött ki, hogyha valaki ajándékoznia ki bárkinek, de nem ezt akartam kihozni, tehát ne értsetek félre. A lényeg az, hogy ez egy olyan dolog, ami szerintem egy kicsit olyan pofátlanság, vagy megalázó dolog. Tehát, hogy így, értitek, tehát egy olyan dolog volt belekötni, amihez nyilván senkinek semmi köze. Tehát ez két személyen múlik. Múlik a videó YouTube-ozon, és múlik azon is, aki esetleg adja. Tehát, hogyha az a két illető megegyezik, hogy oké, a másiknak nem kell neki, ő elfogadja, azon kívül kinek mi köze van hozzá. Tehát nem kell ebből problémát csinálni. Az fáj neked, hogy esetleg valaki ad valakinek egy XY cuccot. Hát Istenem, csinálj te is olyan videókat, hasonlót vagy jobbat, és akkor te is kapsz. Különben is azt meg már senki sem mondja, amikor haver-havernak ad XY dolgokat, csak úgy, mert miért ne. Vagy az, amikor fizikai lóvén vesznek meg cuccokat, és akkor avval menőznek, azt se nagyon említik, ugye. De ez vannak ilyen példák is. Végül is, hogyha már valaki valakit szórakoztat, akkor ne ez legyen már az alapelv, hogy milyen van, meg milyen nincs. Tehát effektív
ezek az apró dolgok úgyse kap senki, tehát senkinek nem fognak adni egy kész karaktert, hogy itt van level 125-ös, full cuccal, top egy PvP, tessék használni, mert csak azért ne videózol. Nem, ilyen soha nem fog megtörténni. Tehát senki nem, hiszen, tehát mit tudom, hogy senki nem lenne olyan hülye, hogy olyan karaktert adjon bárkinek is. Tehát így értitek, tehát mit tudom, így kilósz fel egy két évet, és akkor adod valakinek, hogy tessék, játszod vele. Tehát nem, ilyen nem lesz. Ezzel mondom, ilyen apróságok, mint egy méregkard, még valami. Jó, meg ilyen fenn azt mondod, nem méregkardnak van valami értéke, de itt nézzétek meg, egy 351 méregkard. Tehát könyörgöm, fél óra alatt összeszedem rá a pénzt, ha arról van szó. Max egy óra. Tehát ezért mondom, és ő se kapott olyan cuccokat a szervereken, hogy azt mondjam, hogy hű, de aztán tényleg, értitek? Tehát, és amúgy sincs, tehát amúgy se haladunk mi úgy. Tehát csak egyikünk se veszi olyan vérkomolyan az egész játékot. Tehát hogyha arról van a szó, hogy most tényleg anyait, apait beleadunk, mi se itt tartanánk, se én, se ő. De, ahogy ő is mondta, nem azt tanítsuk meg nektek, hogy hogyan kell játszani a Metin 2-ben, hanem mi let's play videókat csinálunk, azaz mi játszunk a játékon, azt felveszünk, reagáljuk, és azt nyújtjuk nektek, az kész. A mi tudásunk és a mi kedvünk szerint. Tehát ez nem egy olyan játék, ahol, vagy ez nem egy olyan videózási izé, ahol megtanítunk titeket, hogy optolni, megtanítunk farmolni, megtanítunk mindent. Tehát nekem is vannak ilyenek, hogy hol, hogy lehetne mit tudom én, Wolfondal kérdezték, hogy hol lehet jól farmolni. Lehetek őszinte? Fogalmam nincs. Tehát kis szinten mondhatnám azt, hogy map 1, map 2, esetleg sivatag, de hát ezek mind olyanok, amiket én magam próbálgatok, és nekem eddig bejött. De hát lehet lenni jobban is, de amúgy is még kit érdekel. Tehát én nem azért jövök fel a játékra, hogy az életemet elkockuljam, hanem nem szórakozzak. Ó, bazd meg, hogy elforgattam, és elsóhostam, és ott láttam, mint hogyha lett volna mindkettőből. Na mindegy, visszanézzük a videóba. Ajna. Valabaszok 400 forgatót, és semmi sincs belőle. Úgyhogy ne tessék ezen görcsölni. Basszus. Hogy ki mit kap. És tényleg felesleges, tehát aki ilyen negatív kommentet tud írni, hogy kaptál valamit, nem kaptál valamit, hát könyörgöm. És ha kapott, vagy nem kapott, akkor mi van vele? Kinek fáj az? Tehát ha neked nem tetszik a dolog, akkor beszélj meg azzal, aki adta, hogy mi adta oda. Azt kész. Azt fogadom, meg fogja mondani, hogy bocsi, de neked mi között van hozzá. Azt kész. Tehát annyira egy nonsens az egész. És tényleg ez olyan furcsa dolog. Tehát, hogy így, én őszintén szóval ezzel, hogy kaptál valamit, meg mit tudom én meg, ezzel tudjátok, hogy csak azóta találkozunk, amióta komolyan belekezdtem abba a YouTube-ba, és nekem is mondták, hogy addolt vagy, tehát GF-en addolt vagy. Komolyan. Olyan cuccokra mondták, hogy addolt vagy, ami tényleg nem milliárdokat ért. Mondjuk lehet, hogy az összes, amit kaptam, 200 millió, ha van. Amit már GF-en se egy de valami óriás pénz, ugye? De a lényeg az, hogy és? Tehát, akkor mi van? Vannak mások, akik konkrét izéket kapnak, fizikai pénzt, ami azért durva, tehát egy adományként, és az no problem, de hogy én kapok egy olyan cuccot, amit más megszerez egy óra, kettő, tíz, öt óra alatt, az úgy okés. Vagy esetleg ott hagyta a játékot, és akkor ne törölje a rendszer egy idő után, mert nem lépik fel 100 évig. Azt inkább ideadta nekem, hogy még szórakozhasson is egyet. What? Mi van? Ezeket nem kérjük, ezeket kapjuk. Tehát most hogy vennék ki magát az is, hogy valaki oda jön, nagyon kedvesen minden, szeretne támogatni, és akkor azt mondja, hogy bocsi, nem, megint azt mondja, hogy akadult vagyok, és akkor így ez a fagyos helyzet, tudod, hogy másik jó indulatból, meg te így, oké, akkor most szarva vagyunk mi. Na. Nem megy ez a beszélgetek és ott forgatok, mert fogadom, hogy ma kétszer elforgattam két jó lehetőséget. Abban lehet, hogy nem, de majd mikor visszanézem, kiderül. És hogy tényleg, én is egy véleményen vagyok WoGames-el, hogy ez így nagyon nem jó valahogy. Igaz, hogy nekem most az utóbbi időben nem is adtoltak, de kaptam egy méregkardot, meg ezt a Wolfram-et de aztnak a nagy részét nem is használtam. Meg hát ugye egy kicsi segítséget itt ott, hogy húzzak cuccokat, amit köszönök most is. Jobb. De azon kívül most én nem mondhatom, hogy olyan hűde addolt vagyok. A lényeg az, hogy nekem is annó rosszul esett, és sokat gondolkoztam, hogy mi a fene van ezekkel, de hát megesik. Tehát vannak irigyek, és vannak normális emberek, akik ezt megértik. Attól végül is elettem top karakter, hogy valaki adott valamit. Úgyhogy
tök mindegy, hogy mit csinálsz. Ha játékkal nem játszasz eleget, és nem vagy jó benne, akkor átmutathatnak. Attól nem leszel jobb. Tehát odaadhatom az full set, nem tudom mit. Ha egyszer nem értek a játékhoz, nem tudom használni, akkor tök mindegy. Tehát akkor fizethatnék Epic Plus 9-be, meg mit tudom én milyen Chilivili Fantázia nevű GM kardba, akkor is legyőzhető lennék, mert nem lenne egyszerűen stratégiám, nem lenne semmi, tehát azt sem tudnám, hogy csináljam az egészet, értetek? Ez a tapasztalat úgy jön, hogyha játszasz, amúgy is. Oké. Tőlvéd, kardvédelem, óna, nyílájulás, ennyire nehezen akarod beadni, vagy csak engem utalsz ennyire. Könyörgöm. Nyíl, harang, kritikus, félem, fél embereket olvasok én itt, esély kritikus. Kétkezes kard. Időközben nézem, hogy valami optoló forgató, valami jelen összema. Nem tűnik. Úgyhogy hát igen. Megint volt valami, és nem néztem meg. Megöl ez a piros betűkön, mert könyörgöm, alig látom, hogy mit ír. Pedig nem vagyok vak. Kétkezes tőr, harang. Másik meg amúgy néztem, főleg ami visszadobott így a videózásba, hogy na, mégis megcsinálok egy videót ma. Az B2Bónak a videója volt, ugyanis, hogy új helyre költözött. És ez valahogy annyira feldobta egy hirtelen a napomat, csak kedvemért, mert ugye néztem a Hoogersnek ezt a videóját, ezt a lehangoló, ugye, hogy én addolt vagyok, bla bla bla, amivel nekem is van némi tapasztalatom, ugye, és akkor ez az nekem is elmeteket, hogy így ugyanígy vagyok, tehát találkoztam már ebben a szisztémával. Mi van nekem 2+9-es izém? Nem, az plusz, jó, már megértem, hogy én ilyen lapozorolom az időmet, hogy nem is tudok róla. És nagyon jól esett nézni a gyereket, hogy az igen, végre elérte azt, amit szerintem sokunknak az álma, hogy egyedül legyen, külön legyen, azt csináljon, amit akarjon, korlátok nélkül, tehát tényleg az valami hiper-szuper egy dolog érzés lehet, tehát elmondom őszintén, most egy kicsit úgy lennék a helyébe, hogy egyedül egy lakásba, akármilyen, de legalább a saját, értitek? Én is most már arra vágyom, és az fele húzza szívem. Úgyhogy tényleg gratulálok neki. Annyira feldobta a kedvemet, ugye tudjátok, van neki az a stílusa, hogy mikor örül, akkor nagyon szenvedélyesen tudám örülni. Mindig az ilyen embereket szeretem, aki tényleg bele tudja adni azt, hogyha tényleg örül, az látszik, vagy ha szomorú, az látszik, hogyha unja, akkor az is látszik. Tehát, hogy értitek, tehát nem az, hogy már látod rajta azt, hogy azt megsavanyodott pofát, de akkor sem tassa ki. Értitek? Szóval feldobta a napomat, hogy tényleg, na, hajrá, végre valakinek sikerült, csak itt tovább. 492. Miközben néztem, hogy körülbelül hol tarthatok. Gondolkoztam azon, hogy kipróbálok egy német szervert, viszont nekem semmi német tudásom nincs, de abból biztos poén videó jön neki. Kardvédelem. Most már komolyan már dob már be. Ezektől lesznek nekem rémálmáim, könyörgöm, hogy ülök, optolok, és az Istennek nem adná be, akkor se, ha megfulladna. Ami a jó fené adná be egy... Kritikus... Jó. Milyen jó volna bejönne egy kritikus, meg egy kard, meg kétkezes, meg... de nem fog bejönni ide. És ez a 10% veszteség, meg az a 20 XP bonus és az a 20 MP, az nagyon kellett. Annélkül nem lehet élni. Kettő. Kart 15, az megvan. Meg volt. De gyerünk már, ne légy köcsök. Kardvédelem holt, anyalt. Következőkor addig optolok, míg a plusz nullán kijön, és többet egyszer, hogy neki ilyen fasz hívjak, hogy plusz 9-en optolok. Mint egy hülye. Anyám, boros.
Most már komolyan. Kétkezes ájulástör. Nem olyan nehéz pedig. Édes Istenem. Kétkezes legyez. Ó, de jó. God. De. Én sose értettem egy privát szerver, mi a jó franc lényege van ennek a plusz 3, plusz 6-os izéknek. Ez egy dolog, hogy nehezíteni akarják a játékot, tehát kitéped a hajadat már tőle. Komolyan már. Ezt az egyet vennék ki. Annak örvendenék a legjobban. Amíg még avval is szopja, hogy most 20%-os legyen fele, hogy nem képes egy ködésre bírni azt az autóptalót, ha már ott van. Hiába rakom be. Elföld. Megad egy kilót lehetőséget, bónusz egy. Hol vagy? Mit tudom én. De ez az, hogy fejből kell tudnod, hogy melyikhez milyen ott jár, mert mit tudom én, hiába rakok be intelligenciát, mert nem fogja büdös életbe behozni nekem, olyan nincs. Tehát olyan karos, nyakasban nem lehet rakni. Oh. Rott élet. Egyelőre így van az, de csak egyelőre. Jössze. Fél ember plusz 3. Na jó, kezdünk. 10. Fuck yeah, jó lesz ez így egyelőre, most nem fogok én itten szarakodni velük. Most fél ember, átható, lehetőleg, meg TP. Az valahogy jöjjön össze ez a 3. Azt nem mondta, hogy ezzel vágjunk valami egyéb optja. Hát 1k a TP, na azt tudod, hogy kinek adjad. Dupla. Most képzeljétek el ezt németül. Már leraktam volna a falat. 2% a TP-ből kell a fenének. Plusz 2 TP, hát. Bocsánat, fél ember, hát. Fuck. Áj, nem lesz ez így. Most meg annak a közelébe se jár, amit én akarok optolni, mi? Minek járna arra? Most tudom, hányan van. 2, 4, 5, ebbe is. Igen. Ezotéria, ki a fenét érdekel most. Ne légy gonosz. Fél emberek plusz 3, hát köszönjük. Plusz 2. De ez meg némi ki a forma is jó lett volna. Ah, minden itt. Ork, TP. És amíg tudom, hogy ezt a vértel is el kell játszodnom, itt fogok én, nem jó. Álljuk itt csak az ujjaim. Pusztott fél ember. Emlékszem, régen még jobb voltam, mert én mikor nem kellett még optokkal foglalkozni. Komolyan. Annyira éveztem azt az időszakot. Akkor én avval szórakoztam, hogy hogy legyen plusz 9-es vagy cuccom, azt úgy imádtam. Fükkünk, mész, ütöd a mobokat, kigyűjtöd a cuccokat, stb. Hova tűntek ezek az évek? Tehát, hogy annyira bonyolult lett ez az egész már, és annyira más. Én komolyan azt éveztem el inkább, amikor map 2-n szórakoztam, üttem a mobokat, reménykedtem, hogy esik el 26-os vagy 34-es, vagy elvittem a komácshoz, bebasztok, kezdtem előről, és akkor lesz egy plusz 7-es vértem, és akkor örventem, mint a mai ma farkának, és eltelt 10 óra ebben az egész szar művelettel. És ezt annyira éveztem, de nem tudom, hogy miért éveztem, de éveztem, a lényeg az. És megint ad 5 fél embert, na miért adna 10-et? 5 lett, maradhat? Nem. Jó. Komolyan mondom, már régóta gondolkozok egy Metin 2 parodián, és kurvára meg fogom ezt így csinálni. Ha így folytassa. Adj nekem 10 fél embert, légy szíves. És ilyenkor van az, hogy kezdek begurulni, gyerekek. Annyira utálok optolni, hogy ez valami hihetetlen. Nem tudom, hogy sokan, hogy a fenébe van türelmük, de hogy én utálok optolni, az biztos.
Megint plusz 5 fél ember, hát... Te gyerek. Fél embert akarok, és TP-t, fél embert és TP-t. Na jó, lemondok az áthatóról, csak fél ember és TP, jó? Egyezünk ki, 2K TP, 10 fél ember, oké? Okay? Most komolyan. Ez a karkötő ember ellenes. Oh, ide vagy meg. Nektek nem cseszít fel az agyatokat? És képzeljétek el egy embert, aki így tudja, hogy mit akar. 10 fél ember, mit tudom én, lényegtelen milyen ott, és akkor ül oralkon keresztül, és semmit nem csinál, csak kat jobbra, kat balra. Így már végre úgy nyomom az zakarat, hogy minden letörik a teteje, szóval így értetek ilyen. Megint ott fél ember, hát ahogy én most szórakozom velem, barátom. De figyelj, én mindjárt kivallok innen, szóval nekem valamit adja már. Nézd meg, adja a 10 fél embert, hogy hagyd meg a TP-t, nem tudod ott hagyni, a fene legyen meg. Na, 10. Nincs. De jó, az eszotérikus az befitne, hát az miért nem? Ember, nem új mapokra akarok menni. És oh. Fájt volna, hogyha az a fél ember 10 legyen? Komolyan. Ez a karkötő tényleg ember ellenes. Na le basz. Rohadj meg, hogy nem tudtam 10 fél embert adni. De komolyan. Úgy full őszintén. Na ez tökéletes. Így maradsz. Rohadjál meg. Harmadik delikvens. Ebbe kell nekem immun, fél ember, lehetőleg erő, meg 10 visszaverés, azt hiszem, na mindegy, kiderül. Dick. Ez egyelőre marad. Ennél jobb ma úgy se lesz. Tehát ebben van nyílt, tört, támadó érték és vérfarkas. Na már most azért használok sárkányvértet, mert nem akarom elbaszni a 70-es vértemet, ugyanis arra még se fejlődtem fel, illetve... Mi okom van még rá, hogy ezt használjam? Azt, hogy az 54-es még nem akarom átoptolni? Talán. Várjál, melyikkel néz ki jobban a port? Ez nem tök mindegy. Ez jó lesz. Jó van, a támadó értéket is bele tudnám zsufolni. Itt már annyira kell figyelni, hogy annyi minden legyen benne, hogy könyörgöm. Jó. TP, szél, kard. Nem tudjátok, mint a TP-t nem látok, nem is ott. Üzélek se állok, van TP, nincsen, jó. 15 támad, 10 kard, 10 támad, 10 plusz 70, ezt még el is fogadnak, már lenne egy szaros TP a harang helyett. És most van TP, de a harang megmarad. Kard 6. Szép is lett volna, mi? Na, gyerünk. Harang, tör, és akkor így nem lesz nekem profi cuccom sohase. Nyíl, kétkezes. Varázssebesség. Mit felejtettem? Ja, meg cipőt, meg ó, veszős. Meg ilyent is kell optoljak még. Ha ide jó. Kétkezes tör. Kard, ez eddig jó, de nincsen TP. Harangvédelem, ki a fene akkor harangvédelmet most. Kardvédelem. Nyílt, tör. Ez már van. Szóval 10, 20, 30, de azzal lesz 40,
Plusz 10, 50%-os leszek, az már jó. Tehát kétkezes 4, kard 10, jó. És milyen jó, hogy be tudod dobni a 10%, az 50 pluszos támadó értéket. A múltkor meg annyira nem akartad. Nyílt tűz, jó, tő, nem érdekel. Nem érdekel, szarobt, szarobt. Karnyél, harang. Nem jó. Kétkezes 6 nyíl. Kétkezes 10. Olyan nyilván mások tokot adsz. Annyira nem függnek össze. Tőr, tűz. Nyíl, harang, szél, legyező, minden. És komolyan kétkezes 6, harang 6, támadó érték 30, karnél, bla, nem érdekel, ez sem, ez sem, ez sem, kétkezes 10%, a többi nem ér semmit, ne? Nézd itt, ha. Azt hittem, hogy 2 KTP. Jó. Tűzlegyező, harang, lófasz, esti fény, nem fog ez bejönni. Jaj, úgy utalok ilyen toptól, esküszöm. De még a másiknál legalább megvolt, hogy válsz és bepolottyan és idegeskedsz. Itt olyan egyből fordítsát, hogy már mérges itt az a gyors egyből. Puk, kész, megvan. Direkt nem akarja, hogy olyan tuptoljak, fogadom. Miért nem 10? Úgy. Jó lesz ez így. Most ezt leteszteljük egyelőre. Sajnálom lárakni a kritkövet, hát ez van. Egy kritkő nekem egy is úgy is kell. Ezt is átrakom. Ezeket úgyse használom el, legyen a nagy karakternél, úgy fair. Ő kapta, meg hát úgyis segít. Többire most nem lesz szükségem, és akkor egyúttal kipróbálok egy tesztet, és akkor forgatok egyet szerintem. Én is forgatok, olvasok. Veszélyhiba levelezed, mi? Ez nem az a téma, az gondos videó lesz, hogy őszinte legyek. Éjjel fél kettő, fél egy van, az faja. Szóval, hol vagy, itt vagy. Jó, ezt ide. És az összes többi cuccot ott hagytam a csába, ami jó tudni. De jó. Komolyan. Most vissza kell logofoljak. Vagy miért ne? De mi van? Semmi értelmes, könyörgöm. Meg kell ezt is forgassam, mert ez így nem jó, hát ebben semmi def. Legalább 10 kart, 10 félem, 10 félembe, meg 10 kétkezes legyen már. Na mi lesz? Átfordítod magad már másik karakterre, vagy ha várjak reggelig, mi? Botlót. Az. Szép 42-es fét, majd van egy 65-ösem, azt is kihúzom meg, és akkor az is faja lesz. Na ide veled. Szóval.
Annyira tudtam, hogy nem azt szoktam át. Én elfogadtam már, de megnyertem volna legalább. Ezt legalább olyan balátom, amilyen nem akarom. Kíváncsi leszek ebben, mit hozok ki. Múltkor se adta vele jól a fél embert, szóval van egy sand, ugyanúgy most se fogja. Így láthatjátok. 23 fél ember. Ott volt a 15 kard, de plusz 3 fél ember, milyen jó fenét kezdjek. És még egy 200-as stack-kel fogyott. Igen, tökéletes tudszom sincs már az agy, hiszen fel van forva. Szóval igen. Forgassuk. Gyerünk fél embert bele gyorsan. Meg amit akarok. Mi nem lehet egyből belerakni? Mondd már meg nekem. Az első parszasz kattintás élvezetes. Ez nem érdekel, mert semmi hasznos nincs benne. Az első parszasz kattintás még élvezetes, amikor úgy belekezdesz, de amikor már szab... Akkor a 400-nál tartasz, és semmi nincs. Akkor nagyon tudja idegesíteni. Plusz 5 fél ember tudod kinek kell. Plusz 2. Fél embert nekem valamilyen venni áll egyáltalán, fél ember plusz 3. Plusz 10, kardvédelem, jó van, kétkezes védelem, plusz elég lesz egyelőre ennyi is. Jó, most ezt leteszteljük. Nem lett tökéletes, de céljának megfelel. Nincs több ritka, nem jó. Lássuk, mit dobbant ez. Hát, hogyha ki tudnám kevezni a csatámat kritkővel és Artóval. Valami van egy sanda gyanúm, hogy beletöri szokás szerint. Jó székely szokás szerint. Mindjárt ezt el kell törni, meg összetörni. Azért szerintem, de na, értitek. Jó. Tehát amit én most felpigyeztek magamra, az ez. Meg ez. Mondom, felrakod. Meg ez. És még ez is bónusz, dupla bónusz, ezt meg alap, hogy felrakom. Lehet, hogy a másik jobb, de mindegy. Illetve elveszem ezt, ezt a kettőt, és imádkozunk. Ó, de jó. Nagyon jó, tökéletes. És most keressünk egy elikvást, aki fenn van a játékban. Apollo nincs már fenn. Vagy fenn Apollo barátom, most nincs akivel leteszteljem. Legyünk macskok. A hegyből megöli. Szia. Jó volna tudni, hogy mekkora átüt. Legalábbis én szeretném.
Nem jó. Lássuk, itt van-e fenn valaki. Kell egy köcsökség állítani a pirosokhoz, hogy lejöjj valakit, de hát hogyha most már... Na hát nem itt fogok itt papírokat szerezni, ez biztos. Hívom meg. Jó. Átmegyünk kék CH-ért, de hát ez van. Na megértem, hogy a saját karakterem van. Csihágy. Na és ilyenkor mi van? Ne elmondd, hogy kidobsz, na. Ne elmondd, hogy kidobsz. Na igen, kidobott. Egy fél pillanat. Szíveskednél rá. Amire itt is vagyunk, most már remélem, hogy Csihágy mappegyen lesz egy delikvens, akin kipróbálhatom a harcos elleni minimális szettemet. Ami meglepően annyira sikeredett. Ennyire futta a türelmemből. Szia! Gyerünk valaki! Na semmi vissza. Senki sem akar visszajönni? Na te! Nem. Hipernyúl, állj már meg, duracz elnyúszik. Gyerünk már. Írd azt, hogy igen, vegyél jó fej. Na, no, legalább lakja, tuti nincs ilyen defed, gyerünk már. Könyvőben. Mi a nehéz? Azt írni, igen vagy nem. Légy szíves. Na, akkor az nincs szükség. Egyetért. Na, nem szá. Ó, 12. Ah, szép. Dik. Hát akkor többi sem üt kisebbet. De az 24k. Nem mondom, hogy ez a legbrutálisabb karakter. De, köszi. Viszont arra sem számítottam, hogy szegényen hamar kidől. Legyünk őszinték. Hát, ez a legerősebb. 12, az még nem olyan legerősebb skillje. Lehet, hogy erre is megütöm a tüzet. Nem, csak a 8-ot. Meg a 6-ot. Hát ez csak egy... naplót. 6. Majdnem 6. Csak tesztelgetek. Mondani? Mondok én eleget a nélkül is videóba. Ez mellé. Én tudom, Penny. Tick. Hát, na igen. Itt vagyok. Na, az a fejét ecijé. Hol van? Kart. Körülbelül ugyan ott van. Nem mondom, hogy tudsz, de egyelőre elég. Menjünk át pirosba egy kicsit. Nézd, hogy kereskedés után nem léphetsz ki és nem érsz el. Én azt mondom, elmélyek, akkor elmélyek, érted elé. Ahogy majd engem kezdjétek, itt nekem is én ugye, hol mehetek, soha nem. Nézd, hogy kereskedés után nem léphetsz ki. Mi van?
Ma 10 másodperc kenyergem, ez szórakoz. Kereskedés után. És bepakolt a játék. Na de faja. És... Igen. Mi van Udi elni? Mit akarsz te? És ezt kéne átadjam a kapitánynak. A kapitánynak. Még mindig nem olvastam el, mert a lószerintést fogadom. Persze, hogy nem. Milyen okom lett volna nekem rá, hogy elolvassam, mi? A semmin kívül. Hű, milyen tupla nyíl van ott felette. És mi van ez háttal? Nem elővel kéne legyen? Új jelle vele. Ennyi. Ennyi. Komoly. Várjál már. Egy pillanat. Dick, hol van? Hol van? De szeretem ezt. De szeretem ezt. Jó. Azt mondja, hogy megvan a belépési engedélyem, amire mindig is vártam. Ugye? És ezután elmegyünk télapóhoz. A moskricsunkhoz. És azt mondjuk neki, hogy adja neki arra a tértét elé. Kaptam tőle most a csontól ünnepi lárát, azt kinyitjuk, megnyitoljuk. Ide a pajszert. Hol a dögbe raktad? Zöld téjes sapka. Kaptam egy kőcsulát. Úgy nevezik kőcsula. Ez a kőcsula tiszta Assassin's Creed, és komolyan mondom, ez agy néz már, én vedd le magadról kenyergem. A pozíje vagy. Oci-poci. Micsi oroszlán anyja. Na, és most abban, hogy fogom magam, azt visszatolatok a surára, már meg kell csináljuk a... Bezd meg. Épp most csesztem el a kritkövet. Nem baj. Cseréljem a karaktert, hogy jó édes, nem mondjam meg mit. Játék opció, CH2. Akkor is kicseszek veled. Nem érdekez. És már megint ki fogsz halni, mi? Ez szivat, ez rendesen ez a játék. Hány penge hákával vagyom? Azt tudom, hogy van vagy 7, vagy 6, vagy mennyi, vagy 4. Karda urám. Engedd már kinyitomolni. Van 4, jó tudtam, de ebből mennyi van? Rok már. 2. Mi az, hogy 2? Így úgy 2. Na mindegy. Nem lényeg a potlornál, ami a lényeg, az a lényeg, hogy meglegyen az FA, a RIP. Időközben Kahan. Tolóját fejfele ne foglalkozzon. Csak megraktam, hogy gyorsan tárcsak. Később válaszunk. Na, alkotásba vagyunk. Lássuk, lesz ebből 40 plusz. Ez mi lenni fegyver, basszus.
hát a feljebb menne, ez meg lejjebb megy. Dik, nem sikerült. Hát miért nem sikerült, hát azért. No, 27, nem? Csak vakarom a fejem. Hogy lehet valami ilyen ennyire unalmas, mint a forgatás, meg az, amikor az optolás, az nem az pillanatok alatt megvan. Na, ez sikeres volt. Mindenfelé meg a 44 alkalmas ribben, na, mit szólsz hozzá? Asszisztálsz hozzá, kedves rib. 20, minusz 2, 5, csú. Még szerencsé, hogy nem a drága forgatókat használ. No! Ankettő. Ezt leteszteljük. Ezt tuti. Tehát... Nagyon nem mondja. Gacha, ankettő. Szerintem, hogy tesztelünk. Utána járunk a dolgoknak. Ide vág be ide gyorsba. A felének tartok ennyi vackot itt, mondjátok már meg nekem. És akkor szépen fogjuk magunkat. És ilyen tört magyar beszélgetéssel szépen átlovaglunk a másik karakterre, amit megengedi ez a fényoltás. Ilyen komolyan le vagyok fáradva, de komolyan. Ilyen komolyan csak a hülyeség jön az eszembe. Nézzétek el nekem. És már megint nem raktam át a lóhipó könyvet. Az istok. Neki meg nem fogom megvárni, míg kínlódjon a lovát, mert akkor a hajnalcsillag ráesik. Remélem, botlord. A botos lord. Erre még át kell rakjam a hajat, de jó. Azt mondja, hogy engedd már ki azt a letarat, kenyergem. Ott van 4 darab. Én komolyan van, hogy egyszer bányászkákkal létezik, most mindent elolvasok, annyi van, mint a szemét kétszer. Hogy. Hát akkor van, miben felmenjünk 75-re, jó hé? Itt is van egy bányászkák. Nem eldobni, berakni, érteni? Azt mondtam, berakod az istok vágyom. Is van egy... Itt is van még egy. És ennyi van. De gyerünk át. Mit szólsz hozzá? Átjössz, átmész. Tudom, menj át. Vagy meg. Ezt ugye érted. Mi csak karmok vannak a lábainál, könyörgöm. Én valami mit csinál, azt hiszi, hogy bálna. Közben nem is. Menj szépen oda, és vedd ki, ami kell. Van itt még ló? Jó, micsoda? Annyi cucc van ezen a szegény karakterem. Csoda, hogy nem mondott föl ma. Azt hiszem én sem fogok többet videózni ilyen gyerekek, mert kezdek már fáradtságtól kiakadni. De kell egy kis az is. Ne bányászkodjál, először lovat tanuljál meg hírni, tanuljál meg rendesen fütyörészni. Ahogy a nagyok. Adta minden itt már ötös gyerekek. Írtó nagy bányász leszek én. Kibányászok mindent. Azt is, ami nincs. Na várjam, ebben még nincs kritkő. Jó, ez még nem tökéletes. Engedd ma oda te.
Mi az, hogy nem sikerült? Hát olyan nincs. Olvasom a koncival, és azt mondod, hogy nem sikerült a tréning. Hát van, pafát hozza. Hogy nem kattintottam le rendesen, erre. Na, legalább egy tízes. Tízes, tízes. Ögy. Azt jön ez, meg ez. Van itt még valami olvasni való? Igen, ez. És akkor négy. Na már milyen gyorsan megtanult jönni. Ő kell a urasága. Most keressünk itt elhagyatott mennyit, amit nem akarnak ütni. Tehát azt mondja, hogy erre lássuk mondja az átlag. 1100, 1078. És de jó, hogy... Zokni. Zokni eszkó. 1078 szabadot ne felejtsd. És akkor azt mondom, hogy cseréld mána. Köszönjük, milyen sokat látunk vele. Tik, 1078. És mi van? Van ügyesség 8, van a sebesség 20. Hát én nem is tudom. Nem, lófaszt erősebb valamivel. Viszont lassabb. Nélkül szinte gyerekek, én már nem tudok optolni. Már nincs energiám, az annyira leszívta az agyamat ez az optolás, hogy én előbb bőrülök meg. Most meg 1100. Mi van? Most már... Baj. Nekem 3%-on fogunk összeveszni, csak azon a 12 erőn. Én mentél bele még 12 elő, és akkor azt mondom, hogy szömányi fikk, és akkor mehetek SD2, csak rakok bele egy kütkövet. Végül is. Oké, és akkor... Jó. Akkor lesz úgy, hogy ez lesz ide, surára marad az FMS most már véglegesen. Most már azt az egy-két támadó értéket nem fogom itt babrálni, a kutyát nem érdekli, meg engem se. Ott van egy kezdőszetni PvP-s, már nem azt mondtam szarunk, de mindegy. PvP-s cuccunk, ami egyelőre megteszi. Van egy party plusz 9-ünk, egy csatakardunk, egy mindenünk. Azt csak leszünk valahogy. Na, úgyhogy 75-ig kibírjuk vele, aztán tudom, úgyis csapassuk a méregkarddal, amit még meg kell csinálnunk, plusz kövesre. Nem sikerült. Kis finnyás, nem sikerült. Hát miért nem sikerült? Na jó, van, megint elfelejtettem lélekkövet olvasni, de nem is baj. Ennél hogy állunk? Lássuk. Sehogy mi? Szarul. Tehát úgy lesz, hogy ebnek át kell adjam most az összes tanúsítványt. Már nagyon sokat fogok ülni SD2-ben, ugyanis ott a sámánom, ami nagy ügy. Úgyhogy most már úgy kell ezt kihagyjam, bocsánat azért, aki megsüketült, ezt úgy kell kihagyjam gyerekek, hogy tudjon farmolni magától, mint a hülye gyerek össze-vissza, oda-vissza kétszer. Ja, hogy ezt én most kinyitottam, és megint. És találtam egy csomó szar cuccal, mi? Fölösleges cuccal, nem baj. Tehát van 200, meg 400, meg ennyi. Tehát van 400 eladó cuccom, és ennyi. És egy könnyű vetinkről. Ja, és el kéne venni az FMS-t. Ez nem.
kell. Ezt még mindig nem tudom, miért tartom. Kinyisznek. Csak ott olyan jól néz ki. Hol vagy? Na legalább ez megvan. Így. Ja, és meg át kell adjam a másik pantot, hogy tudjak abszorbálni. Nem, abszorbálni ezt nem tudok. Szóval egy szó, mint száz, át kell adjam a másik pantot, hogy tudjak... mit is akarok én csinálni? Ja. Tudjam erre felrakni, és akkor tudjak majd menni tovább. Azaz farmolni. Nem, mert az olyan sokat segítene, ugye a mesterpántom egy intet ad, az meg semmi intet nem ad, úgyhogy tök mindegy. Na mindegy. Ugye esete, köszönöm a figyelmet. Találkozunk a következő videóban, amikor nem leszek ennyire lefáradva. És még egyszer bocsánat, hogy az elején annyira összekavarodtam, valamit akartam mondani. Remélem, hogy megértettetek. Aki igen, az igen. Aki nem, az nem. Sajnálom, ez van. És találkozunk a következő videóban, szokás szerint, ami szerintem hónap lesz. Addig legyetek jók, még egyszer kellemes ünnepeket mindenkinek, és sziasztok!